Felvétel gombot. Tehát hétfő van, webinár napja van, a mai webinár témája a bemutató előadás. Ezen bemutató előadás keretén belül szeretnék néhány alapvető információt elmondani a Skyway projektről, a Skyway technológiáról, az ehhez kapcsolódó, ennek megvalósítására irányuló közösségi finanszírozásról, valamint az ezt megvalósító Skyway Capitalről. Remélem, hogy azok, akik most ismerkednek ezzel, vagy tájékoztatást szeretnének kapni, megkapják azokat az alapvető információkat, melyekre szükségük van. Ennél bővebb információkért a chatbe megjelölt hivatkozásokon keresztül, vagy természetesen az önöket meghívó szponzorokon keresztül lehet hozzájutni. Valamint van egy úgynevezett offline prezentáció, élő előadás. Ezen a héten Sopronban, pénteken, május 17-én lesz, melyet Szívós László fog tartani. Ennek helyszíne a Szóló étterem Sopronban a Lakner Kristóf utca 33-a szám alatt. Az előadás időpontja 18 órától kezdődik. Az elérhetőségeket kapcsolattartó Szívós László, illetve az ő telefonja van megadva, ezeket a Skyway Hungary Facebook csoporton is meg lehet találni, illetve a skyway.hungary@gmail.com címen lehet kapcsolatot felvenni Szívós Lászlóval, aki szükség esetén további tájékoztatást, illetve eligazítást ad. Tehát a mai témánk kockázati befektetés a Skyway vállalatcsoportban. Miről lesz ma szó? Egy olyan jelenleg startup fázisban lévő cégcsoportról lesz szó, mely a szállítási ágazat gyökeres megújításán dolgozik, és a szállítási piac várhatóan 50%-át meg fogja hódítani a jövőben. Ehhez új, innovatív, sajátfejlesztésű technológiát alkalmaz. Miért jó az önöknek, és milyen hasznot szerezhetnek ebből? Hogyan képes a projektfinanszírozásban történő részvétel anyagi biztonságot nyújtani a közeljövőben és hosszú távon? Miként képesek a cég megoldásai a természetes környezetünket megmenteni, számunkra élhető körülményeket teremteni? Mit tartalmaz a hurszállítási technológia, és milyen előnyei vannak a meglévő szállítási technológiákkal szemben? És a végén néhány szó arról is, hogy hogyan lehet már ahhoz a keresethez jutni. Egy pillanatnyi türelmet kérek, mert nem nyitottam meg az anyagot, mely szükséges nekem, ahhoz, hogy el tudjam mondani a kis mondókámat, már meg is van. Tehát, az előadás folyamán a cseten keresztül lehet kérdéseket feltenni, igyekszek a kérdésekre válaszolni. A mai előadás jellegű ugye a bemutató előadás, tehát kérek mindenkit, aki esetleg már ismeri a Skyway projektet, illetve a technológiát, az próbáljon erre a témakörre szorítkozni, hiszen jövő hétfőn lesz újabb webinár, amelyik a Skyway Capital tájékoztatás, Skyway Capital partnereknek címet viseli, ahol is már a részletkérdésekről tudunk beszélni, és azokkal kapcsolatban lehet kérdezni, illetve azokat fogjuk megbeszélni. Hát akkor kezdjük is el. Több tízezer évvel ezelőtt az ősember elkezdte használni a tüzet. Ez volt a technológiák legelsője. Őseink tüzet rakva melegítették fel barlangjaikat, és ütötték meg az elfogott vadat. Sokan közülük még 20 évet sem éltek, mert a tüdőrák elvitte őket, a barlangokban elviselhetetlen füst volt. Mi változott azóta? Az emberiség technológiailag megerősödött, és jelentősen megnőtt a tűz felhasználása. A tűz működteti a gépjárművek motorját, a dízelmozdonyokat, a hajókat és a repülőket is. Tűz ég a hőerőművekben, atomerőművekben, a gyárak kemenceiben. Károsanyagok egész csokra kerül ki a levegőbe, ami többszörösen felülmúlja az őskori tűzhelyet. A föld és légi közlekedésnek köszönhetően olyan levegőt lélegzünk be, olyan vizet iszunk, olyan ételt fogyasztunk, amiben a periódusos táblázat fele benne van. Nitrogénoxidok, szénmonoxidok, kénoxidok, aldehidek, benzopirin, korom, arzén, higany, ólom, klór,
policiklusos aromás szénhidrogének, radioaktív izotópok. Ezeket az anyagokat a végtelenségig lehet sorolni. Pontosan ezt a levegőkeveréket lélegezzük be, amikor elmegyünk egy parkba friss levegőt szívni. A gépjármállomány növekedése ezen anyagok koncentrációját halálos mértékűvé növeli. Ne felejtsük el a repülésen. A több hajtóműves repülőgépek óriási lyukat, minden egyes nehéz rakéta indítása az ózonrétegben akkora lyukat okoznak, mint egy európai ország mérete. A század végéig a közlekedési balesetekben és a katasztrófákban a jelenlegi statisztikák szerint 150 millió ember fog elhalálozni, és 1,5 milliárd válik mozgássérülté nyomorékkel. Hogyan előzzük meg ezeket a szörnyű áldozatokat? Miként őrizzük meg bolygónkat zöldnek és nem abuszürkének? Lovakat használjunk? Gyalog járjunk? Napjainkban a Föld felszíne egyre zsúfoltabb, újabb és újabb földterületeket von be az emberiség az iparosításba és az infrastruktúrába. Rohamosan növekszik a gépjárműállomány, a sokasodó emberiség számára egyre több időt vesz igénybe eljutni egy másik pontba, még a tömegközlekedési eszközökkel is. Régóta próbálkoznak a szakemberek a szállítást a Föld felszíne fölé emelve, magas vezetési pályán megvalósítani, de ennek egyik legnagyobb hátránya a magas költségek, hiszen egy masszív pályát kell megépíteni. Anatoli Eduardovics Junicki 40 évvel ezelőtt a közeli űr rakéták felhasználása nélküli meghódítására kidolgozta a planetáris szállítóeszköz elvét. Ennek egyik alapelve az egyenlítő mentén az egész Földet körülölelő pálya építése, melynek a tartószerkezetét előzetesen megfeszített elemekből, húrokból tervezte meg. Ez a megoldás jelentős a nyammegtakarítást és költségcsökkentést jelent. Ez lett a Junicki-féle húrszállítási rendszerek egyik alapvető eleme. A rendszer brendje az évek során a Skyway lett. Kis Anatoli Eduardovics Junicki. Tudós, feltaláló, a Skyway húrszállítás megalkotója és főkonstruktőre. Két ENSZ projekt vezetője. 140 találmány megalkotója az építés, a szállítás, a gépipar, az elektronika és a vegyipar területén. Több mint 200 tudományos munka és 18 monográfia szerzője. Ő a Skyway cégcsoport elnöke. Több elismeréssel rendelkezik, többek közt az Összorosz Kiállítási Központ 2 aranyérmével, 3 aranyszekérdéllyel az év projektje a szállítási ágazatban nominációban, az Orosz Védegy 3 aranyjelvényével, a Tudomány és a Művészet lovagja kitüntető címet viseli, valamint nemzetközi kiállításokon 30 különböző oklevéllel ismerték el munkásságát. Mi is a Skyway húrszállítás? A Skyway húrszállítás egy energetikai és szállítási rendszer úgynevezett magas vezetésű pályán, tehát a Föld felszíne felett. A szállítási eszközök acélkerekű, elektromos meghajtású járművek, melyek speciális, úgynevezett húrsíneken közlekednek. Az alapvető szerkezeti különbség más magas vezetésű pályákhoz képest a húrsínek előfeszítettsége, a tömör úttest hiánya, csökkentett építőanyagigény és láthatóan könnyű szerkezet. A szállítási rendszer legfőbb előnyei a gazdaságosság, a környezetbarát kialakítás, nincs káros anyagkibocsátás, a hosszú élettartam, a megbízhatóság, a biztonságosság és ezekből következően a magas piaci konkurencia képesség. Nincs ehhez hasonló szállítási megoldás. Képes az összes szállítási igény kielégítésére, és a jövőben lehetőséget biztosít az egységes energetikai, információs és szállítási világhálózat kialakítására, melyet Transnetnek neveztek el, mely lehetővé teszi civilizációk számára egy minőségileg új fejlődési szakaszba lépni. A tervek megvalósítása érdekében lett létrehozva a Skyway cégcsoport, aminek az egyik fő célja a Skyway technológia bemutató engedélyeztetési központjának létrehozása, az Ecotechnopark megépítése. A cégcsoport a cégbe történő befektetések bevonása céljából a közösségi finanszírozás, angol nevén a crowdfunding elveihez fordult. A projektben résztvevők magas száma miatt ez a modell lehetővé teszi megfelelő mennyiségű tőke felhalmozását a cég fejlesztésének kezdeti szakaszában. Minden befektető társtulajdonosnak minősül a húrszállítás alapjául szolgáló technológiában, akik a későbbiekben a cég részvényeseivé válnak.
A szakértők szerint a cég a közeljövőben képes lesz a szállítási világpiac 50%-ának megszerzésére. A közösségi finanszírozás, azaz crowdfunding, egy növekvő népszerűségi finanszírozási forma, mely képes a korai fázisú vállalkozások, más néven startupok tőkehiányának fedezésére. Lényege, hogy az internet lehetőségeit kihasználva kiiktatja a közvetítő intézményeket, és közvetlenül kapcsolja össze a befektetőt és a finanszírozást igénylő vállalkozót, így jelentős költségeket takarít meg. A tőkealapú közösségi finanszírozás lehetővé teszi a kezdő vállalkozások számára, hogy az interneten keresztül, közvetítő intézmények nélkül, alacsony költséggel a tulajdonosi részesedését meghatározott hányadát eladják az érdeklődő befektetőknek. Részvényeik ilyen formában történő értékesítésével lehetőségük nyílik a kezdő finanszírozási nehézségeik fedezésére. Ezen kezdeti nehézségek általában abból adódnak, hogy a tradicionális finanszírozási formák, például a bankok, az üzleti angyalbefektetők és a kockázati tőke befektetők képtelenek számukra megfelelő tőkét juttatni. A tőkealapú közösségi finanszírozás nem csupán képes az általuk üresen hagyott finanszírozásért és kitöltésére, hanem bizonyos előrejelzések szerint hamarosan át is veszi a vezető szerepet a korai fázisú vállalkozások finanszírozásában. A Skyway projekt is tőkealapú közösségi finanszírozás vagy részvénytípusú finanszírozás. A részvények megvásárlásával a befektetők szert vesznek egy adott mértékű tulajdonrészre, és igényt tarthatnak a vállalkozás jövőbeni pénzáramének meghatározott hányadára. A hozam kifizetése osztalék vagy árfolyam nyereség formájában történik. A befektetők legfőbb előnye, hogy számottevő pénzügyi megtérülést érhetnek el. Az árfolyamnyereség a befektetési eszköz, például a részvények értékesítéskor számított eladási ár, és a befektetési eszköz korábbi megszerzésekor fizetett vételi ár különbsége. Önök most kedvezménnyel tudnak befektetni a cégcsoportba, azaz úgynevezett diszkonttal tudják megvásárolni a cég részvényeit. A jelenlegi 13. fejlesztési fázis második szakaszában vagyunk. Az aktuális diszkontok 1:17 és 1:60 között vannak, ami azt jelenti, hogy ha akár 60 dollárnyi leendő értékű részvényhez most csak 1 dollárért juthatnak hozzá. A részvények névértéke és a tőzsdei első nyilvános forgalomba hozatal, angol rövidítéssel IPO értéke 1 dollár lesz. A piacon történő megjelenés, a nyilvános kereskedés, a várható nagy érdeklődés a részvények értékét jóval az 1 dolláros névérték fölé viszi majd. Önöknek lehetősége van arra, hogy részt vegyenek, támogassák a projektet, befektetőkké válhatnak. A Skyway cég lehetőséget kap az önök támogatásával az áttörést jelentő innovatív technológiája nemzetközi piacra történő kivitelére, a projekt résztvevői e technológiák társtulajdonosaivá válnak. Miután a technológia kilépett a világpiacra, a befektetők osztalékot fognak kapni a vállalat nyeresége után, azaz a világban megvalósított hatalmas számú célprojekt vállalati profitjából osztalék illeti meg önöket. Beszéljünk most néhány szót a Skyway húrszállítási rendszer technikai oldaláról. Tényleg csak röviden, ismertető jelleggel. Képzeljenek el egy könnyű vonatot vagy egy sportkocsit vaskerekeken, amelyik sima és teljesen sík sineken mozognak. A sinekben drótkötelek vannak kihúzva több száz tonna előfeszítéssel. A precízen egyenes felületnek és a tökéletes aerodinamikai tulajdonságokkal rendelkező gördülállománynak köszönhetően az 500 km per órás sebesség is elérhető. Az utazás heted annyiba fog kerülni, mint egy hagyományos vonaton. A biztonság összehasonlíthatatlanul jobb, mint a gépjárműveknél. Az utazáshoz tized annyi villamos energia kell, és ez még nem minden. A speciális húrsinek könnyű, de rendkívül erős oszlopokon fekszenek. Ezáltal megkímélhető a termőtalaj, melyet a mai közutak és a vasút négyszer akkora területen foglalnak el, mint Nagy-Britannia. Ez a talaj élő marad, lélegezni fog, és az ezen a talajon élő növények oxigént tudnak termelni, mely több milliárd embert elláthat. Ezen a dián a Skyway által megvalósított és megalkotott valós prototípusok láthatók, össznevén gördülállomány, hétköznapi nevén ezek a járművek. Egy kivételével ezek a valóságban léteznek, láttuk őket, ezek fényképek. Az egyetlen egy kivétel, amelyik
kép közepén látható, ez az úgynevezett tengeri teherszállítási konténer szállítására szolgáló úgynevezett Unicont. Junicki úr a múlt héten nyilatkozott róla, hogy már gyártásban van a prototípus, de erről még semmilyen fényképet nem láttunk, de megépítés alatt van, tehát hamarosan ezt is valós méreteiben és várhatóan minél előbb üzemközben fogjuk látni. Mint ahogy láthatók, ezek olyan szállítási eszközök, melyek elsősorban személyszállításra szolgálnak, de természetesen a teherszállítás is ugyanolyan fontos, sőt, van, ahol helyenként nagyobb szerepe van, mint a személyszállításnak. Ez mindig az adott feladattól és a helyszíntől függ. Ezek a járművek különböző cél szolgálnak, városi, elővárosi közlekedés megvalósítására, kisebb kapacitással, nagyobb kapacitással, illetve van egy olyan is, a bal felső sarokban látható Univind, mely arra szolgál, hogy a kisebb forgalmú helyeken alacsony, rendkívül alacsony költséggel már szállítási lehetőséget lehessen kiépíteni, és ez a szállítási mód abszolút független a terepviszonyoktól. Erősen szegdelt terep, tehát meredek domb, hegyoldalakon, fás területen, mocsaras területeken, és átívelhető, hiszen ez gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy drótkötélpálya, de ez nem drótkötél, hanem húrsin, és tartószlopok között van kifeszítve. Ugye a Skyway egy olyan szállítási rendszer, mely magas vezetési pályán helyezkedik el, ez hétköznapi nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy a talaj szintjéről felemelték a magasba, ez független attól, hogy pontosabban nincs jelentősége különösen annak, hogy milyen magasba emelik, ez technikai megoldás, ez attól függ, hogy mit igényel az adott helyszín és az adott projekt. Ezen a szinten a levegőben nincsen közlekedés. Tehát ezáltal gyakorlatilag nincsenek dugók, nincs torlódás, nincs ütközési lehetőség, ezáltal rendkívül kedvező nagy utazási sebesség érhető el, összehasonlíthatatlanul biztonságosabb bármely szállítási eszközhöz képest, és fenntarthatóságot biztosít a környezetbarát megoldásaival. Ezen a dián olyan látványterveket láthatunk, hogy miként képzelhető el egy ilyen városi személyszállítás városi körülmények között. Mint ahogy láthatók, a tartóoszlopok rendkívül kis területet igényelnek, ezért szinte bárhol a város területén beilleszthetők a városképbe, és az úgynevezett feszítő horgonyok, amik egyben állomás épületek is lehetnek, további funkciókat láthatnak el, hiszen több szintessé építhető, ahol szolgáltatások, illetve más dolgok elhelyezése is megoldható, tehát épületként hasznosítható. Ezen a dián egy összehasonlítás van különböző szállítási megoldások között a tőkeköltség szempontjából. A tőkeköltség gyakorlatilag azt jelenti, hogy mennyibe kerül ennek a megvalósítása. Látható, hogy a bal oldalon ábrázolt Skyway tőkeköltsége nagyságrendekkel kisebb egyes szállítási megoldásokhoz képest, és alacsonyabb, mint bármely más szállítási megoldás. Kompozit anyagokat lehet alkalmazni, mely tovább növeli a szilárdságát, illetve az időtállóságát. Nincs szükség egybefüggő útfelületre, rendkívül könnyű szerkezet ez az úgynevezett magas vezetésű pálya, és ezáltal alacsony is a megvalósítási költsége. Jóval alacsonyabbak az üzemeltetési költségei ennek a rendszernek, hiszen automata vezérlésű, nem szükséges hozzá mozdonyvezető, járműkiszolgáló, ez egy teljesen automatizált rendszer, mely a technika vívmányaival és a számítástechnika vezérlésével oldja meg a járművek haladását, megállását, ajtók nyitását, zárását, tehát teljesen automatizált rendszerről van szó.
Rendkívül környezetbarát ez a megoldás, rendkívül minimális a földhasználati terület, hiszen csak a tartóoszlopoknak, feszítőoszlopoknak kell földterület. Az egész ugye a föld felszíné fölé van emelve. Ez a földterület érintetlen maradhat, vagy akár megművelés alá vonható, akár építmények fölé is helyezhető, tehát akár házak fölé nem szükségeltetik a földterület elfoglalása. Elektromos meghajtással az elektromos áram ellátását megújuló áramforrásokból fogják megoldani, ezáltal a károsanyag kibocsátás rendkívül mértékben csökken, gyakorlatilag nullával egyenlő. Erőforrásokat lehet megtakarítani, hiszen jóval alacsonyabb a megvalósítási költsége bármely más megoldáshoz képest, és mint ahogy mondtam, a természet megőrzésre kerül. Ezen a dián néhány pontban van összefoglalva, hogy milyen előnyöket jelent ez a város, illetve a városlakók számára. Javul a lakosság életminősége, csökken a károsanyag kibocsátás, javul a városok levegője, megszűnnek a balesetveszélyes helyzetek, hiszen automata vezérlésű levegő földfelszíne fölött megvalósított közlekedésről van szó. Mivel ezek teljes, mondhatom úgy, hogy 360 fokos kilátást biztosító járművek, ezért turisztikai szempontból is kihasználhatók, hiszen ezekkel utazni rendkívül látványos és élvezetes. Új munkahelyeket lehet ezekkel a megoldásokkal teremteni, illetve gazdasági potenciál és befektetési vonzerő növekedést is magával hoz ez a műszaki megoldás, ez a szállítási megoldás. Ezen a dián az úgynevezett húrsínnek látható a keresztmetszeti ábrája, ez az egyik típusú húrsín, ez az úgynevezett félmerev húrsín. Csak röviden, hogy hogy néz ki, mitől húrsín végül is a húrsín. Attól, hogy acélhúzalokat vesznek, és ezeket sodronyba sodorják össze. Már is mutatom a dián. Egy-egy ilyen kis kör alakú valami, egy sodrony, ami ugye acélhúzalokból áll, tehát ez egy sodort sodrony. Ezekből a sodronyokból úgynevezett acélpászmát képeznek, tehát több sodronyt összefogva, azokat szintén sodorva jön létre ez az acélpászma. Többiet összehelyezve, egymáshoz rögzítve, egy úgynevezett síntestben helyezik el. Ez egy belül üreges acél profil, és ehhez mind vízszintesen, mind pedig függőlegesen rögzítésre kerülnek ezek az acélpászmák. Ez a belső tér egy speciális töltőanyaggal, egy speciális betonnal kerül feltöltésre, melynek több szerepe van. Különböző adalékanyagokat adnak hozzá, és ezek az adalékanyagok biztosítják a különböző hullámhosszú rezgések csillapítását, ezáltal rendkívül nagy mértékben elnyelik a keletkező zajt, valamint légmentesen kerül feltöltésre a belső tér, ezáltal teljes mértékben megelőzhető a korrózió, és jóval hosszabb élettartamok lesznek ezek az eszközök. A síntesten felül van egy kupófelület, az úgynevezett sínfej, ez egy teljesen sík felület, mind hosszában, mind keresztmetszetében, és ezen haladnak az acélkerekek. A síntest alsó részében egy további rész látható, ahol úgynevezett kommunikációs csatornák helyezhetők el, melyben bármilyen olyan kábel vagy egyéb elnézést eszköz elhelyezhető, mely ezt a megoldást mely számára ez a megoldás engedélyezhető. Tehát kommunikációs kábel, villamos energia átviteli kábelt, adatkábelt, bármi olyasmi, ami itt elfér, illetve szükség van rá. Ez is egy nagy pozitívum ennek a technológiának, hiszen nem kell kábelárkotásni, nem kell a kábeleket fölbehelyezni, hanem a húrsín kiépítésével ezeknek a vezetését, úgymond tárolása megoldott. Ezen a dián néhány
apróbb érdekesség, illetve nagyon fontos elem látható. Kezdeném először is a középen alul látható kisebb képpel. Ez az úgynevezett kerékmotor. Mitől kerékmotor? Attól, hogy ez maga a kerék, ez az úgynevezett acélkerék, ez a szürke dob középen maga a villanymotor, ez pedig nem más, mint egy tárcsafék. Ezek merev kapcsolatban vannak egy tengelyen, ezek közt nincs tengelykapcsoló, tehát mechanikailag is egyszerűbb, kisebb a kopása, jóval alacsonyabb az anyagigény, egyszerűbb az üzemeltetése, és mivel hiányoznak az ámtételi szerkezetek, jóval kevesebb energia is kell ahhoz, hogy ez meghajtható legyen. Itt balra maga Anatoli Junicki, illetve Mihály Kiricsenko, az információs szolgálat vezetője. Látható ez egy videóból kivett kép. Itt a kerékmotorok gyártásáról készült egy riport, és ott került ez a kép elkészítésre, tehát a cég gyártóüzemében így folyik többek közt a motorkerekek gyártás, illetve a tesztelése. Hogy hogy néz ez ki egy szerkezeti ábrán? Ez maga ugye egy húrsimpár, ezek az úgynevezett motorkerekek, 4 darab belőle, tehát mint ahogy egy jármű alatt lenni kell, és itt látható egy olyan szerkezet, melynek az a neve és az a szerepe, hogy kisiklásgátló szerkezet. Mint ahogy látható, végül is egy rendkívül egyszerű műszaki megoldás, a sínről oldalirányban feszül neki kívülről ez a két, mondhatom így, hogy segédkerék, és ez akadályozza meg a kisiklást, illetve tartja a járművet a síneken. És ezért lehet elhagyni a sínek közötti tömör útfelületet, hiszen csak a két sínszára van szükség, ami maga a jármű halad. Itt ez a néhány szám a következőt jelenti. Egy 3 utasnak 100 km-re történő eljutatásához, 150 km/h sebességgel, ezzel a kerékmotorral az egyik Unibus, pontosabban nem is Unibus, Unibike segítségével annyi villamos energiára van szükség, amely 3,5 deciliter üzemanyag ekvivalensnek felel meg. Tehát ez azt próbálja kifejezni, hogy mennyire alacsony az energiafogyasztás, mennyire takarékos ez a műszaki megoldás. És még egy érdekes adat, ha visszatérek, hát nem, majd későbbiben még egyszer megmutatom, tehát van a Skyway személyszállításnak az úgynevezett nagysebességű személyszállítása, mely a tervezetek szerint 500 km/h sebességgel fog történni. Ennek természetesen egy speciális járműve van, az úgynevezett Unilot. Ez egy olyan jármű, melyet szélcsatornában teszteltek, és ennek kialakítása annyira jól sikerült, hogy az úgynevezett légenállási tényezője 0,5 század lett. Ez a szám minél kisebb, annál kisebb a légenállása is a járműnek, tehát annál kevesebb energia kell a mozgásba hozásához és ennek mozgásban tartásához. A 0,2-es légenállási érték egy rendkívül korszerű sportautóra vonatkozik, például ilyen a Bugatti Veyron. Ebből is látható, hogy annál sokkal jobb légenállási tényezőket értek el. Ez is közrejátszik abban, hogy a tervezett 500 km/h sebesség elérhető lesz. Néhány kép a Skyway Hur Technológiák ZRT életéből. A kép felső részén a kísérleti gyártóüzem látható. Miért kísérleti? Azért, mert úgymond a semmiből hozzák létre az első prototípusokat, illetve itt fogják az első kisszériás darabokat elkészíteni. Ez a cég saját tulajdona, saját eszközökkel, a legkorszerűbb berendezésekkel. Tehát itt történik a gyártás, illetve a prototípusoknak az előzetes gyári tesztelése, illetve úgynevezett finom hangolása. Nézzük meg most a közösségi finanszírozást.
Ugye, mint ahogy mondtam, ehhez az internetre van szükség, illetve a cég úgy döntött, hogy ehhez partnerekkel szerződik. A Skyway cégcsoport befektetési partnerei a Skyway Capital és a Skyway Invest Group. Mi a Skyway Capital keretein belül vagyunk itt, úgyhogy én most a Skyway Capitalt mutatnám be. A Skyway Capital a Skyway cégcsoport befektetési partnere. A Skyway Capital kockázati befektetési társaság egy önálló befektetési alap, nagy befektető, melynek célja a Skyway cégcsoporttal történő hosszú távú együttműködés. Az alap elsődleges feladata a befektetések bevonása az Ecotechnopark építkezésébe. A Skyway Capital egy kereskedelmi márkanév, a cég hivatalos elnevezése Skyway Capital Incorporated. A Skyway Capital 2014. novemberében került megalapításra, és 2019-re már több mint 500 ezer befektetővel rendelkezett. A cég a befektetési kockázatot diszkonttal jutalmazza, ez az úgynevezett kockázati prémium. A közösségi finanszírozás webirodája a képen látható címen, hivatkozáson a new.skyway.capital címen érthető el. Nincs itt elírva semmi, ezt így kell leírni, nem kell semmilyen más kiegészítő szócska a végére, és a webiroda belépési oldala pontosan úgy néz ki, mint itt, ahogy a képen látható. És ez sem néhány szó arról, hogy hogyan lehet már akár azonnal a keresethez jutni. Ez nem más, mint a Skyway Capital úgynevezett partner programja. A Skyway Capital webirodájában a regisztráció ingyenes és kötelezettségmentes. Ügyfél az a személy, aki beregisztrálta magát a Skyway Capital webirodájába. Lehetősége van megismerkedni a Skyway Capital partner programjával, mely a gyors jövedelemnövekedés, a bizalmas és kölcsönösen előnyös partneri kapcsolatokon alapul. Ezután döntés hozhat a befektetésről és a partner programban történő részvételről, melynek feltétele az elektronikusan elfogadott és ezzel aláírt partneri egyesség. A Skyway Capital a partner program megvalósításához az MLM multilevel marketing értékesítési vállalkozás formát választotta, ahol az értékesítés a hálózatépítők által történik, az ismerősök felé történő ajánlás által. Marketing program összegző, a regisztráció pillanatától kezdve. Az első szint a minősítés első lépése. A minősítésben történő előrelépés feltételei, a személyes befektetések összege és a bevont befektetések összege az első szinten. A legkisebb befektetési összeg 15 dollár. Nincs szükség a minősítési szint váltásának megerősítéséhez, az automatikus. Magas, akár 18% jutalékhoz lehet jutni a közvetlen partnerek után, és 0,1-től 7%-ig terjedő jutalékhoz a minősítési szinttől függően, a hálózatban különböző mélységekben található partnerek után. A jutalék kifizetés legmélyebb szintje 24. szint. Nincs korlátozás a személyesen beívható közvetlen partnerek számában. A programban a korábban regisztráltak és az újonnan regisztráltak vásárlásait is beszámolják. A bónuszjutalék kifizetése a bónuszszámlára történik. A legkisebb kivehető összeg 30 dollár a bónuszszámláról. A részletekkel kapcsolatban keressék meghívó partnerüket, szponzorokat, akik segíteni fognak önöknek a helyes döntések meghozatában és a hálózatfejlesztésben. És nézzünk át néhány olyan kérdést, melyek az érdeklődők, illetve a befektetők szoktak feltenni, és a Skyway Capital a következő válaszokat adta erre. Befektettem a projektbe, mikor jutok belőle profithoz? Profitot azután tud realizálni, miután a társaság kilépett a piacra. Ezek után lesz joga eladni a tulajdoni hányadait, vagy osztalékhoz jutni belőlük. Ha azonnal szeretne profithoz jutni, csatlakozzon a partnerprogramhoz a személyes webirodájában. Önök nem éppen az aktuális piramis játék? Kategorikusan kijelenthetjük, hogy nem. Befektetőket keresünk, és örömmel adunk neki konkrét ajánlatot, nem csak ígéreteket, ahogy ezt mások teszik. Ahhoz, hogy partnerénk már ma is jövedelemhez juthassanak, előnyös partnerprogramot ajánlunk neki. Sőt, maximálisan nyitottak vagyunk, látogassanak el az irodánkba, látogassanak el az építkezések helyszínére, vagy bármelyik konferenciákra hallgassák meg webináriumainkat, ahol megosztjuk a legfrissebb híreinket, és elmondjuk a Skyway Capital életében zajló eseményeket. Mi a garancia arra, hogy nem csak összeszedik a pénzt, és eltűnnek vele?
Mi a pénzt nem szépben őrizzük, hanem a SkyWay projekt megvalósítására költjük. Mindig le tudják ellenőrizni, hogy hová és mire mennek a befektetéseik. Az egyes építési szakaszokról videó és szöveges jelentéseket teszünk közzé. A hivatalos weboldalon bármikor visszavívást kérhetnek, feltehetik az önöket nyugtalanító kérdéseiket, és részletes visszajelzést fognak kapni. Van-e garancia arra, hogy végig tudják vinni a projektet? A mi projektünk már tovább eljutott, mint bármelyik más, a tesztparkunkban már most valós unibuszok és unibike-ok közlekednek. Biztosan haladunk a projekt teljes megvalósítása felé, nem térünk el a kitűzött céloktól. Mikor lesz részvények elsődleges nyilvános forgalomba hozatala a tőzsdén, ugye ez az IPO? A társaság az elsődleges részvény kibocsátását közvetlenül a tesztpark megépítése, a technológiai műszaki engedélyeztetése, a már kitűzött szállítási és közlekedési célprojektek beindítása és első nyeresége megszerzése után valósítja meg. Az aktuális eseményekről, az építkezés terveiről és annak menetéről a honlapunk hírei részében olvashatnak. Miért éppen most előnyös befektetni? Az Ecotechnopark építkezésének kezdeteig a befektetés kockázata érthető okokból meglehetősen magas volt. Egy ötlet finanszírozását csak kevesen kockáztatják meg maguknak. Ezért a befektetők bevonása a korai fázisokban jóval magasabb diszkonttal, vagy kockázati prémiummal volt honorában. A komoly kockázat magasabb diszkontot jelentett a tulajdoni hányadokra. A kockázat folyamatosan csökken, de a befektetések jövedelmezősége, ahogy korábban is, továbbra is nagyon vonzó marad. Fektessenek be a SkyWay-be most, és a maximális kockázati prémiumot kaphatják meg befektetéseikért. Hogyan is állnak a dolgok most? Az Ecotechnopark nagyjából felépült, azért mondom, hogy nagyjából, hiszen Anatoly Junicki is személyesen kijelentette, hogy soha nem fog véget érni, hiszen mindig újabb és újabb dolgokat, módosításokat találnak ki, tehát nem tekinthető örökérvényű véglegesnek az Ecotechnopark állapota, mint ahogy tudjuk, most is befejezés alatt áll egy új pályaszakasz. Az egész világ látja, hogy a technológia működőképes. A projekt dinamikusan halad a teljes megvalósulás felé. Folyamatosan csökkenő kockázat a kockázati prémium csökkenését jelenti. Legjobb időben vagyunk, hiszen tényeket tudunk már felmutatni, de ma már a kockázat csak az időtényező. Ezért azok, akik még most szánják el magukat a befektetésre, többet kaphatnak, mint azok, akik nem kívánnak kockázati befektetők lenni. Azok a befektetők, akik a kockázati prémium megszűnt után kívánnak befektetni, már csak a mindenkori piaci árfolyamon tudják majd ezt megtenni. A személyes webirodában kínált befektetési programok listájából azt választhatják ki maguknak, amelyik a legjobban élik elképzeléseikhez. Nem előnyesebb valami másba fektetni? Mi a húrszállítás a SkyWay perspektíváiról és lehetőségeiről beszélünk önöknek. Minden nap megosztjuk önökkel a híreinket és az eseményeinket. Minden lépésünk teljesen nyílt és nyomon követhető. A befektetési eszközök maximálisan egyszerűek és átláthatóak. Önöknek csak annyi maradt, hogy válasszanak közülük. Tehát a választás az öné, részvevővé válik, vagy csupán mások győzelmének nézője marad. Milyen elért eredményeket tud bemutatni a cég? Nézzük át röviden vázlatpontunkban. Tehát az Ecotechnopark, a SkyWay technológiai bemutató és tesztkomplexuma első fázisa felépült. Itt kerül bemutatásra a húrszállítás minden formája és lehetősége, valamint itt történik az elsődleges műszaki tanúsítás is. Megépítésre kerültek a könnyű merevsínes városi pályaszakasz, a belógó függővasúti pályaszakasz, a merevítőrudas magas vezetési pálya, ami a kétsínes szállítás és a nagysebességű pálya gyorsító szakasza is egyben, a merevítőrudas teherszállítási pálya, a teherszállító szallag, a könnyű merevsínes városi pályaszakasz könnyített szerkezetű változata, mely változatlan terhelhetőségét biztosít kevesebb anyagmennyiség felhasználásával és olcsó kivitelezhetőséggel, és hamarosan elkészül a konténer szállítás bemutató és tesztpályája. A gördőállomány vagy köznapi nyelven a járművek közül elkészültek a következő működőképes ipari mintadarabok. A Unibike típus meghatározással az U4621, az U4210-es Unibus, az U4220T2-es Unibus, az U4430-as Unicar, az U4430-01-es tropikus kivitelű Unicar, az U4430T3-as 3 modulból álló
szerelvényt alkotó Unicar, az U4 131-es Unitrack, mely ömlesztett áru szállítására szolgál, az U4 651-es könnyített Univind, és gyártása folyamatban van a Unicontnak, mely a konténer szállítás eszköze. A cég saját fejlesztésű motorkereket és villanymotort állít elő saját gyártóüzemében. Ez a gyártóüzem saját tulajdonú, a legkorszerűbb berendezésekkel, hamarosan újabb üzemterületekkel bővül a gyártás, és összességében 10.000 négyzetméternyi területen fog megvalósulni a további gyártás. Az Ecofest 2018-on bemutatásra került egy KA-26-os helikopterből átalakított saját tervezésű drón, több mint egy tonna teherbírással. Ennek a drónnak az lesz a szerepe, hogy a nehezen megközelíthető terepszakaszokon ezzel fogják az építést megvalósítani. Saját fejlesztési elektromos meghajtású autó prototípusát állították elő a kerekes székesek számára, mely 2018. szeptemberében a Moszkvai Inva Expo kiállításon került bemutatásra és hatalmas sikert ért el. 2016-ban az Innotrans kiállításon sikeresen jelent meg először a nemzetközi közönség előtt a cég, ahol először került bemutatásra a széles közönség számára az U4 621-es Unibike és az U4 210-es Unibus. 2017. december 22-én sikeresen zárult a Unibike és Unibus műszaki engedélyeztetése, és kiállításra kerültek a műbizonylatok, innentől kezdve személyeket is szállíthatnak ezek a járművek az Ecotechnopark területén. 2018. szeptemberében a két évente megrendezendő Innotrans kiállításon, tehát az Innotrans 2018 nemzetközi vasúti jármű és közlekedés technikai kiállításon került bemutatásra a nagysebességű személyszállítás járműve, amely rendkívül nagy érdeklődést keltett mind a hétköznapi emberek között, mind pedig a szakma részéről. Több tudományos és felsőoktatási intézettel együttműködési megállapodást került aláírásra a cég részéről. Az ISO 9001-2015-ös nemzetközi szabvány mellett a cég több fontos minősítési procedúrán átestve fontos nemzetközi minősítéseket szerzett meg. Állami szerződés került aláírásra az Egyesült Arab Emírségekkel egy ekotechnopark felépítésére, melyhez a földterületet az állam már biztosította. Dubaj és Abu Dhabi után az Egyesült Arab Emírségek harmadik legnagyobb városa Sharja, az Egyesült Arab Emírségek északkeleti részén, a Perzsa-öböl partvidékén, mely az azonos nevű emírség székhelye. Itt indult el a Skyway jelenlegi legnagyobb célprojektje. Egy Skyway fejlesztési központ épül, Mariana Gorkához hasonlóan egy technopark épül, és a hurszállítás tropikus kialakítása kerül itt bemutatásra, illetve tesztelésre. Több bemutató és tesztpálya épül, az új technikai megoldások is bemutatásra kerülnek. Itt épül meg a konténerszállítás bemutató és tesztpályája, ahol a tengeri teherszállítás 20 és 40 lábas, 35 tonnás konténereit 150 km per órás sebességgel fogják szállítani egy 20 km-es bemutató tesztpályán. A későbbiekben Abu Dhabiban épül meg a Skyway nagysebességű bemutató és tesztpályája, melynek hossza 60 km lesz. Ezeken a képeken természetesen egyelőre még csak grafikus látványterveket látunk, de az építkezés folyamatban van. Az elmúlt héten magánszemélyek videói kerültek fel az internetre, melyek ezen az építkezésen készültek, ahol Anatoly Junicki fogadta őket és adott nekik rövid tájékoztatást. Tehát az építkezés zajlik, folyamatban van, és a projekt meg fog valósulni. Röviden, tömören, legyen ön is a Skyway befektetője, hiszen ezt nem fogja megbánni, hiszen ezzel saját maga gyermeke, illetve unokái jövőjéről is tud gondolkodni, illetve egy lépést tehet annak érdekében, hogy támogassa a földet megkönnyítő teher- és személyszállítás támogatásában, kialakításában. Tehát legyen ön is a Skyway befektetője. Köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a mai webinár rövid tájékoztatója.
és a kérdéseket a cseten keresztül lehet feltenni.